14 évesen már szakkörben meg ilyenekben dolgoztam, de az akkor még tojástemperával, nem olajfestékkel. Az egész mitológiával való foglalatosságom, tehát amikor evel elkezdtem komolyabban foglalkozni, szintén ifjú koromban történt. Az volt a lényege inkább, hogy ezek a szimbólumrendszerek, amiket ezek a mitológiák használnak, mindenütt fölelhetők hasonlatosságok. Tehát ugyanazok a szimbólumok, ugyanazok az állatszimbólumok, ugyanazok a tárgyszimbólumok fölelhetők úgy a keresztény mitoszban, mint a ókori mitológiákban, vagy a még régebbi mitológiákban is, és mai napig is fontosak. Innen indult az egész, és utána természetesen az olvasmányokkal összekötve ez kibővült. Nekem, meg a mikorosztályunknak tulajdonképpen olvasmányok, vagy ez az olvasás, ez egy ilyen menekülési útvonal volt. Tehát most a digitális világban biztos, hogy másképp más ingereket szednek fel a fiatalok. Nekem a könyvtár, meg a könyvek voltak az, ami az egyik legfontosabb dolog volt. Minden egyes könyvből jönnek képötletek. A képeimnek mondhatjuk úgy, hogy az eddigi életművemnek a 99%-a illusztráció ilyen szempontból. Tehát valamilyen irodalmi előzménye van.